Részlet Kindl Gábor a Sát című filmjéből. A producer elmondása szerint régi vágya volt már egy anyag készítése a tolnai sikeredzőről. Úgy gondoltam, hogy az az ember, aki megérdemli azt, hogy készüljön róla egy film, hiszen egy történelmi tettet hajtott végre, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy egy ilyen kisváros, egy kis település a többiekhez képest, akiknek a csapataival ők játszottak a bajnok csapatok Európa kupájában és különböző mérkőzéseken, hogy ez nagyon nagy tett volt egyébként. És a mai napig ugye aktív edzőként tevékenykedik, de az, amit a Tolnán véghez vittek, az egyedülálló. Ahogy elhangzik a filmben is, hogy talán a világon is egyedülálló. Sok szereplős a film, tehát sokan megszólalnak a filmben, hiszen egy ilyen típusú filmnél, ahogy én dolgozom, fontos az, hogy az ő mellette megszólalók, azok erősítsék azt, és tudatosítsák a következő generációkban is, akik megnézik ezt a filmet, hogy volt Tolnán egy olyan csapat, a Tolnai Vöröslovogó női asztalitenisz csapata, amely 10 éven keresztül ütötte, verte Magyarország és a világ, illetve Európa csapatait. Volt egy magyar csapat, a statisztika, a begdöntőket ugye ők nyerték meg, de akkor is elmondhatjuk azt, hogy ez a tolnai csapat, ez a Európa második legjobb csapatának számított ebben a felfogásban, és ahogy ők ezt kialakították, hogy itt családokat vontak be, Sanyi bácsi jó szemmel kereste a játékosokat, ugye a fiatalokat, akiket aztán ő nevelt, de hát kiváló játékosokat nevelt, ez ugye megszólalnak a filmben mindazok, akik ebben az időszakban kiváló játékosként itt voltak Tolnán, de a Sanyi bácsi által, illetve a tényeket bizonyítják azok is, hogy a világsztárok, a férfi világsztárok, a férfi világbajnokok, a magyar világbajnokok, Jónyer, Klampár, Gergely, mind elmondják, hogy ők milyennek ismerték és ismerték, milyennek ismerték őt, és a mai napig minek tartják őt. Az asztali teniszedző azt mondja, először óckodott attól, hogy filmet készítsenek róla. 2018. augusztusában megjelent a Gabi, és szeretne velem beszélni, és akkor kijött Tolnára a lakások, és akkor mondta, hogy szeretnének egy filmet csinálni. Eszembe se jutott, hogy ezt ki fogja támogatni, vagy ki a szponzorálja. Mondtam neki, én most nem tudok igent mondani, de nem egy se. Adjatok egy kis időt, egy 4-5 hetet. És akkor visszajöttek októberbe, úgyhogy már be is pakoltak a lakásomba. Miért nem, most akkor már nem volt a pofámon bőr, hogy azt mondjam, nem most pakoljatok ki. És akkor kezdődött ez a film, és akkor elkezdték a különböző kérdéseket feltenni, és akkor azt gondoltam, hogy ki a fenét érdekel? És akkor mondom is a Gabinak, nem Sanyi bácsi, nagyon is jó. Akkor kiderült, hogy ez a 3 világbajnok, akik mellett én egy senki vagyok, mind bejelentkezett, hogy ők akarnak ebben a filmben egy-két dolgot elmondani. Tehát ebből jöttek aztán az, ami a filmben is megjelent. Hát ez a számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. A 70-es, 80-as években a hazai és külföldi szakemberek számára sem volt ismeretlen a tolnai pingpong. A településnek olyan fiatal, saját nevelésű lányokból álló asztali tenisz csapata volt, ami éveken keresztül legyőzte Európa legjobbjait is. Én soha nem voltam elégedett. Ez ma sem. Én mindig többet követeltem, és mindig arra gondoltam, hogy valamit elhagytam. Ők egészen, de partnerek voltak, ez kétségtelen. Arra büszkeség, hát én igazából nem szeretem magamat reklámozni. Azt tudom, hogy egy mérkőzésre való felkészülésnél, akkor nagyon, ez egy műszakot csináltak. Műszakot. Reggel, délbe kihoztuk az iskolába, amikor egy testnevelés óra vagy osztályfőnök volt. Napi 6 órákat edzettek, kisgyerekek. Ezt senki nem csinálta, ez biztos. Európában biztos, hogy nem. Magyarországon sem más. Hát voltak ilyen történések, volt olyan, hogy a mérkőzések lejátszottuk, és utána akkor már az edzés miatt tartottam edzést. A mérkőzést követően.
Ezt nem csinálták mások. Egy-két újságíró túl léhegte ezt a történetet. Azt mondták, hogy ilyen még a világon nem volt. Amit én el tudok képzelni az Európában, azt nagyjából ismertem, és ott, itt nem csinálta senki, sem Magyarországon, sem máshol. Mindenki kíváncsi volt, mindenki elment, csak egyik se tudta azt megcsinálni, amit egész, hát szerencsém volt. Jók voltak a szülők, meg kellett a szülőket is értetni, hogy ne ágassanak a gyerekkel fát, meg ne hordassanak vizet, hanem ha tanuljanak, mert az ismeret elsajátítása nagyon fontos, meg a sport, és ne avatkozzanak ebbe be. Nagyon partnerek voltak a szülők is, ez nagyon fontos volt. Nagyon nagy összetartó volt az utcán, nem tudtak elmenni a gyerekek, hogy megállítsák őket, meg mindenki gratulált, meg mindenki simogatta őket. Valahol ez egy kicsit nagy család volt. A Tolnai Vörös Lobogó női asztali tenisz csapata 1971-ben járási, 1973-ban pedig megyebajnok lett. 1976-ban jutottak fel az NB1B-be, ahol két évvel később már a harmadik helyen végeztek. A bajnok csapatok Európa kupájában az 1979-es és 80-as szezonban a második helyet szerezték meg. Ebben a sorozatban 9 évig vettek részt, két harmadik hely mellett még 4-szer szereztek ezüstérmet. Hogy ez nem valósítható. Ebben a formában biztos nem. Ma már teljesen másak a motivációk, másképp működnek az emberek, mint akkor, ugye itt a 70-es évekről beszélünk, és ugye hát az ő sportoló, illetve edzői karrierje a mai napig tart egyébként, de nyilván átalakult a világ, és ma már más. Tehát az a csoda, amit Tolnán véghez vittek, az úgy gondolom, hogy ma már abban a formában nem valósítható meg.